Mikor Kuwaitban voltam, néztem uh, már, YouTube-ra Hungarian hip-hop, és <coughs> nem jöttek ki, az előadók amit most ismerem, a nagyok, like Azaria, Beton Hoffi, uh, Kohli. Uh, shout out everybody man, but like you know, ez <coughs> előadók, amit <coughs> én ismerem, nem jöttek ki nekem, ki jött ki nekem, um, gangster Zoli, nem tudom, nem is nem ismerem ki, csak láttam olyan, hogy mi ez? Aha. Amik ez, 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 ilyen sok view van nálak, ilyen sok view van nálad, és ilyen szar vagy. Hát én is tudok nyerni így. Sziasztok, ez itt a Telex After, én pedig Sajó vagyok. Mai adásom vendége egy igazán nemzetközi figura, ugyanis itt van velem Jaber. Szóval Jaber. Nemrég állt meg a, az első nagy lemezed, uh -huh. Kőbánya Kuvait címmel. Yes, sokan téged a Voice-ból is ismerhetnek, uh -huh. Ö, hamarosan akváriumba lesz nagy koncerted, megérkeztél a magyar hip-hopba, de azért te az a figura vagy szerintem, akiről beszéljünk egy kicsit még arról, hogy te honnan jöttél, mert tudod, a, a jelenléted az ilyen egészen megdöbbentő volt már a tévéképernyőn és a klippekben is, azt tudom, hogy félig kuvaiti vagy, félig magyar, Jó. de hogy például Skóciában nőttél fel. Ö, mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan kerültél két éve Magyarországra? Te is egy nagy koktél vagyok, Én igazából apám, apám Skóciában megismerte az anyámat, de a married ott is oda, oda születtem, ott nőttem fel, egy kicsi ilyen. You know, first child, so Az anyám nagyon sokat félt rám, és nem tudták, mit csinálni vele ez a gyerek, hogy kell, uh, you know, uh, bring up a child is is. Ott éltem, mentünk Kuwaitra pár évig, um, és akkor Kuwait volt a spot. Uh, after that nőttem fel, Amerika, Egypt, itt. So ez azon gondolom jövő, az, az, az nyugod, uh, magyar, anyám magyar, apám kuwaiti. Skóciába éltem, négy-öt évig baba voltam, Kuwaitra mentem, you know, sok esőtől, tudod, sok homok. És az nagyon nagy változás volt nekem, hogy nem beszéltem arabul, you know, az új nyelv volt nekem, és mentem egy új iskolára, és mi a, mit mondhatok itt, nem értem semmit, you know? Kinyitom a tévét, azt se értem semmit benne, arabul is van. You know, so was... Mi az? Nyilván a kulturális különbség is, mert Skócia, ahol minden a harmadik ember rengeteget iszik, aztán yeah. Kuwait, ahol meg nyilván teljesen más a hozzáállás. Tehát yeah. a, a hip-hop szeretete, az hol kezdődött? Á, oh, man, az a az, az Kuwaitban. Nincs, Kuwait yeah, yeah, Nincsen nincs, nincs egy nagy, uh, nincs nagy hip-hop sin Kuwaitban. Igazából van ilyen négy vagy öt előadó, you know. Uh, Nincsen pénz benne Kuwaitban, sajnosan mondom, you know. Uh, nem lehet fellépni, nem lehet uh, semmit csinálni igazából. So, ott ott uh, nőttem fel, mindig, you know. Uh, uh, én voltam az a egyedi gyerek, aki hallgassa ilyen 50 cent and you know, uh, Shady, and uh, D12, and you know. És um, attól, you know, volt egy ilyen kicsi uh, Sony hangszóró, volt egy ilyen little CD player, kint mentem uh, Virgin a Virgin Megastore-ba. Kicsi gyerek, 12 voltam, és uh, itt volt az első moment, hogy, hogy, uh, hogy hallgatom a hiphopot. Az anyám mindig mondta nekem, hogy Gábor, uh, csábor, nem szabad uh, skulls, no skulls on the t-shirts, no evil things, nem szabad valami rosszat ilyen. Nem szeretett ilyeneket nekem, szóval so Mentem a Virgin, uh, Virgin Megastore-ra, és láttam egy ilyen D12 CD. És uh, the, uh, the first, album, amit vettem, uh, hip-hop album. Blue and Yellow Purple Pills. Yeah, 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 yeah. And, uh, D12, az volt a uh, kép, hogy egy kéz, és ok a világ ott volt. És azt nézem, az egy milyen kéz, de nem láttam ilyet már, you know? Nem volt nálunk Playstation házban, nem volt a TV, nem, szó, so, nem, anyám nem engedi semmi electronics, you had a yeah. box. A, vallás miatt? Nem, nem, aw, nem, anyám nagyon, um, az anyám nagyon... Uh, nagyon sokat szeretett engem. You know, nem, nem akart, látta, hogy Kuwaitban sok, sok, emberek felnőtek felnőnek ilyen csak Playstation alatt. You know, nem olvasnak, nem, 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 mennek iskolá, járnak iskolára, nem tudnak, hogy kell beszélni, nem tudnak. You know, so anyám nem akarta azt nekem. So, shout out, édesanyja, you feel me? édesanyja, uh, she, she, no Playstation, no semmi, csak könyvek, és, ilyen, is. Azt a megötti a Eminem, mert 50 cent, azt nem szerettem, Exactly, I like, anyja, ez kell, I need the CD. És mondta, hogy mi ez? nem tudom, én sem tudom, mi az a titkod, mi az a nem, ez kell, ez a kép, jó kép, I like this kép. So vette nekem, és ez ilyen 6000 forint volt, ez nagyon sok pénz, back then, you know, you know, it's like, vettem, mentem haza, felraktam, és I fell in love, man, nem tudom, mit mondott, nem tudom, csak gyors volt, és ilyen, volt ilyen energia around it, hogy, mm, you know, és I like the mm. szeretem, mm. so, az volt, az, az a szeretet a hip onnan kezdett, yeah, man. És akkor a, akkor most Gábor vagy Jaber? Gábor, Jábor légy szíves. Gábor? Igen, yeah, Aha. A teljes nevedet megkeresztel? Igen, yeah. Jábor, Fahed, Rashid, Al Mulla. az én nevem, az apám, Rashid a nagyapám, Almulla Al Mulla az a, családi név. Yeah, Nehéz még Magyarországon mondani pizzát rendelni ilyen névvel? Nem, Jáber. 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 megy, Jáber. ez megy, megy, megy. Amikor elkezdtem még kutakodni utána, feltűnt az, hogy ahhoz képest, hogy mennyire új arcnak számít az itthon, ahhoz képest neked már az így van így Snoop Dogg meg Young Buck uh, yeah. közreműködésed, sőt, dolgoztál a Scott storch is, ami, de yes, gyakorlatilag a Scott a, 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 modern hip-hop egyik legfontosabb alakja a producerként. Yes, uh, hogy a fenébe jut el ilyen figurákhoz valaki Kuwaitból, ahol nincs hip-hop kultúra? Oké. Okay, um. Kuwaitban voltam, és uh, rapper voltam. Szóval so, amikor rapper vagy, és volt nekem egy kicsi név volt, hogy you know, mindenki tudja, hogy én rappelek, és én vagyok hip hopos ember. Anything hip hop related, Jabbar az az ember. So, uh, hallottam valakitől, hogy valaki jön Saudi Arabia, és pont mellett. Szomszéd. Szomszé, you know? És, mert ki ez a valaki, és azt mondják, hogy a uh, Tupac, uh, uh, Tupac's group, The Outlaws, The Outlaws, Aha. Uh -huh. Van egy ember, aki a neve Napoleon. Szóval a Tupáknak a egykori krújából egy yeah, Napoleon nevű csávó yeah, ott yeah, volt. Aha. És, és ez Napoleon nagyon-nagyon kö, közel volt Tupákhoz, nem ismerős, family. Jött szaudi Arabiára és össze tudtam kötni vele. Sok szeretettel you feel me? Ide jött nálunk, hogy jó, itt vagy nálunk most, bármibe tudunk segíteni, itt vagyunk neked. És sok szeretettel mozdultunk, mozdultunk vele és attól, uh, ha ő felhív valakit, vissza fogja, vissza fog, you know, he's gonna answer the phone, when, when Napoleon hív, you know, there's respect on the table, so mindenki fogja vissza visszahívni, ha ő fogja filmni, so... Jó kapcsolatban voltam vele, és uh, beszéltem vele, mondtam neki, figyelj, én megyek Amerikára, nem voltam már ott, és akarok csinálni jó sok mindent ott, zenét akarok csinálni, csak én rapper vagyok, csak nem tudom, hogy kell rappelni, nem tudom, a rapper mit csinál egész nap, csak ül le és dolgozik, vagy, hogy mit csinál az egész nap a rapper, hogy kell rapper lenni, hogy kell beszélni, hogy kell öltözni, nem tudtam, nincsen egy ilyen egyetem ennek, szó, so, mondtam neki, figyelj, megyek Amerikára, ha ismersz bárkit ott, szója. azért menti Amerikába már, hogy a hip-hop miatt? Igen, akartam tanulni, hogy mi az a hip-hop, mit csinálnak egész nap, és azt akartam tudni, mert igazából Kuwaitba ültem, a decision was made a fejembe, hogy jó, Gábor, te rapper leszel, és ez a, lane. This ez a, you know utcád. És csak nem tudtam egész nap mit csinálni. Mindenki megy dolgozik reggel, én fel kellek kétkor, és, oké, mi is mit azért, szülei, anyukád nem mondta, hogy Gábor kell mennie dolgozni? Volt, hát volt, a egy honlap és uh, egy, egy honlap, és befejez, befejezném volna a Aircraft Engineering. Oh, a gépészmérnök? Aha, én egy honlap... Repülőgé repülőgép, repülőgép, a aha. Repülőgép aha. Yeah, az, az voltam. És uh, amikor befejezed az egyetem, el kell menned dolgozni két évig a repülőtérbe. Aha. Úgyhogy ilyen, like, on, hands on work, Ugyan. you know, so, oda mentem... Kétkezi munka. Aha, kétkezi munka, köszönöm. so, oda mentem kétkezi munkáért és egy évig ott voltam, és néztem, ez like, mi? Én nem is szeretem a repülőket, mit csinálok itt? You know what I mean? és, egy honlap volt, egy honlap is befejezem, és akkor néztem így, like, ha ezt befejezem, akkor jó, jó sok pénzt fog kapni minden honlap, you know, 4-5 millió forint minden honlap, ez tök jó pénz, és ha ezt kapom, nem fogok csinálni semmi más, világomban, you know? So, beszéltem magam, I said, yo, man, Uh, let's do some music, let's make some music. So, okay, a decision ott volt, hogy csináljuk zenét, felkelek reggel, mondtam a szüleimnek, figyeljetek, egy év kell nekem, egy év, csak. You know? És egy év a fejedbe, ez sok, uh, idő, csak igazából egy év, így megy, you know. Mm -hmm. Szóval so, mondtam nekik, hogy I to be a rapper, és uh, minden, volt, minden nap volt egy kicsi nyomás, csak nem tudtam, mit csinálni a nyomással. Oké, okay, csináltam egy dalt, és azt hiszem, hogy ez a legjobb dal a világon, mert you know, amikor kezd el, minden, amit csinálod, mm -hmm. jó a fejedben és kiderült, hogy nem volt jó zene, és uh, szar volt, but you know. <laughs> Anyways, back to the story, man. Um, ismertem... Uh, Napoleon, igen? Uh, yeah, Napoleon, <coughs> what's up, Napoleon, touched bases. Elmentem Amerikára, és he connected me with valaki a neve Steve Lobel. Steve Lobel az ah. a legnagyobb manager a hip-hop történetében. Az, en, az összekötései azok a megvannak, igen. Yeah, yeah, <coughs> uh, Steve Lobel managed uh, managed Bontags and Harmony, uh, Nipsey Hussle, Roddy Rich, uh, Park, Biggie, mindenki, mindenki. Um, szóval so összeköttem vele ott, és uh, ott vagyok in California. You know, ott lehet főzni, fővezek ott a utcában. Én úgy érzem magam, mint a világ királya. És jön egy, jön egy uh, ilyen tank, nem is autó, nem is tudom, no, milyen autó volt, csak egy tank. És ott van, ott van exhibit, kinyitott az ajtó. Hey, gyerünk! És én nézem. Mi? <laughs> Te beszélsz velem? Mi? Oké. Okay és bemegyek az autóba, és I'm there with Exhibit, Steve Lobel, Kuwaiti Balaton velem van, és we went to the BET Awards, és tényleg... Ott, Black Entertainment Awards. Ott voltam, mint egy Raffaello, ilyen... you know, you know, ez a vicces volt nekem. Oda mentem, it was amazing, meg, és azután mentem a Scott Store studio you know, mondtam neki, he's like, you want to record a song with Scott? Dehogy nem, yeah. És ilyen, nem kell, bocs, annyi, hogy, hogy azért ezek olyan magas szinten lévő emberek, ahol lehet tudom azt képzelni, hogy azért fizetni kell, hogy az Kastorcs dolgozzon veled. Neked nem kell mert tudod, azért ó, az előítélet, a prekoncepció Magyarországon, amelyik egy kuvaiti ember eszembe yeah. az, hogy hát tuti nagyon sok pénze van, bevásárolta magát Hollywoodba, na hát ez nem árt neked nem kellett egy családi hátérre hogy egyáltalán szóval veled? Nem volt nálunk sok pénz az egész életünk. Uh -huh. Az anyám és apám, amikor kicsi voltam, tesó, ez nem public information, csak uh -huh. uh, I, used my, uh, I was wearing used clothes, használt ruhát uh -huh. uh, voltam, you feel me? So, like, nem voltunk mindig uh, ilyen, volt nálunk pénz és minden, az apám made it happen. Uh -huh. Tényleg. You know, amikor uh, lett ilyen, you know, 40, 40, he made it happen. És csinálta, és nagyon büszke vagyok rá, hogy you know, jövök egy ilyen erős vérvonalhoz, you know, people who make it happen, you know. Mm -hmm. So, um, úgy, mintha Steve Lobelnek van egy név Amerikában, nekem van egy név Kuwaitba. You feel me? És uh -huh. amikor, amikor, uh, amikor Napoleon felhív téged, jó, van egy kuwaiti ember, jön nálam most, uh, nálad most, take care of him, There's no questions asked, nincsen, hogy mennyi fog fizetni, ki ez, nem, nem. Van egy ilyen, én is magasába, voltam az ők szemébe, hogy ez, ez itt valaki nagyon fontos ember. De azért te kicsit be voltál szarva egy picit. Of course. Aha, aha. Tesó, én 19 vagy 20 voltam. Aha. Nem tud, egy dal volt kilt nekem, egy dal kint raktam. És aha. volt. You know what I mean, bro? Szóval ott vagyok, a legnagyobb producer a világban, félek. Nem tudom, hogy vagyok itt, nem tudom, mit csinálok itt, úgy csinálom, mint, hát ez normális nekem, kéne, oh, what's up, yeah, what's up, Scott, szia, man. It was, it was, it was boss, csak ilyen, ilyen korán dolgozni ilyen nagy legendákkal, jó jött benne és rossz jött benne, hogy. Mi volt a rossz? Hogy, hát az a dal, százezer tekintés van rajta. Csak. When they have a talk, baby sit and listen. When I tell them move, she go run the play. We got hella flus, I ball out every day. Neked ez, ez ennyire ne számít? Nem számít, csak ha most csinálok Scott Storch a dal, ez valami más, you know, ne, you uh -huh. I'm going for charts most, you uh -huh. know. So, so volt, nála, volt nálam, volt nagy fegyver, egy kicsi, uh, kicsi koránban, csak nem tudtam lőni jól. You feel me? Aha, I, you know, uh, so azután Snoop Dogg ugyanaz. You know, um, először csináltam egy executive production for Snoop, nem rappeltem vele. Az mit jelent? Hogy én csináltam a beat, és én mondom kinek, hogy megy, hol. Szóval van a beatmaker, aki csinálja aha. a alapot. Te van meg a... ott ültél mellette, hogy és látható. mondtad azt, hogy mit, hogyan csináljon. igen, te aha. itt rappelsz, ne-ne-ne, azt vedd le, ne-ne-ne, az nem jó. az Én vagyok a fül. Én tudom, hogy mi a jó és Hát megjelenik egy 19 éves kuvait is srác, és ő mondja a Snoop dobnak, hogy hogy csináljon a lapot? Hát igen, nem. Ez kicsit hihetetlenül hangzik. Of course, nem, nem volt ilyen direkt, hogy mondom, Snoop, don't do this, nem is voltam a szobában vele. Ez uh -huh. interneten volt. Elküldte nekem, és elküldte egy verset nekem. Volt egy másik barát, ami énekel, oh Carl, ez egy british uh, barát mm -hmm. of mine, I'm like, yo, te nagyon jó hangod vagy, gyere. A Snoop Dogg-al, persze, oh, igen, igen, kell neked a hangod, fellakom ide, uh, oké, okay, te lakj egy verset ide, és ebből tudok mozdulni, you feel me, ebből like, uh, én kaptam pénzt, mert én eladtam a Free Verse valakinek filmi, akarsz itt, akkor adjál egy jó kis csiki csiki, you know, és minden jó lesz. So we made it happen, Tesla, you know, ilyen, ilyen jó opportunity jött, és, csináltunk csináltuk valami belőle. So, yeah. akkor miért jöttél Magyarországra? most nézd, mert itt ez a fontos kérdés, tudod, nem? Egy kicsit, hogy ha valaki azzal kezdi az élete sztoriát, hogy hát amikor a Dogg-nak voltam az executive producerem, meg amikor a Scott dolgoztam, akkor nem azt szokott jönni, hogy na jó, de akkor Miért ne ott vagy, miért itt? Uh, ha maradtam Amerikában, meghalok. Mondom neked most. Én, de, I was, de miért? I, 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 Tezsó, én oda mentem, és most, most nem vallásos vagyok. You know, alhamdulillah, ötször-ötször you know, lerakom a fejem egy nappa Istenhoz. I bow to God five times a day, man. És régen nem voltam ilyen ember. Régen... Nem voltam vallásos? Nem. Volt -e nem. Ez utólag jött? Nem így neveltek a szüleid? Nem ez valami nagyon, ez, ez, ez én két-három évig most vallásos vagyok. Aha. Uh -huh. Régen nagyon más ember voltam. Uh, Amerikában voltam, with a Glock 17, 55 bullets, you feel me? Úgy voltam, jártam a utcában. Fegyver a nadrágsebetbe? Yeah, yeah, uh -huh. Miami, 55 bullet, you feel me? Uh -huh. Mindenhol megyek így is, keresek problémákat. És, uh, 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 Igen. Beszóltál így, így gangsterkedni próbáltál? Igen, sokat, yeah. yeah. uh -huh. bro, sokat. És, nem tűnt jól nekem, nem, nem, nem volt jól nekem, mert uh, három-négyszer volt egy fegyver a alcomba, és ez nem a jó helyzetben, lenni benne. Nem volt jó, nem éreztem jól magam. Uh, Börtönbe kerültem Amerikába valami hülyeségért, és akkor nézd, nézd, várj, nézd de. Mit csináltál? Most mondom neked, just, just look at the thought process. régen, hogy gondolkoztál? Second of July volt. Uh -huh. Ott voltam, in Miami, nagy no, lakás. Azt élem, hogy jó. Oh, Uh, és volt nálam I was with two princes két uh, mi ez a prince magyarul herceg két herceggel voltam kuwaiti herceg herceg és ezek like, nagyon jó életük vannak you know a bármi kell ott van aha volt náluk jó sok uh, motor motorbike mm -hmm. you know nice Harley's nice Indians minden és minden nap volt náluk öt hat és minden nap kimegyünk you know pah, és, és on the 2nd of July volt ültem házban mondtam magamnak like, hogy jó, I need a bike, kell nekem egy saját, szóval megyek venni egyet. Vettem egy motorbike, kiderült, hogy Amerikában nem, uh, uh, amikor veszel egy autót, nem kapsz vele egy license plate. Igen, igen, igen. Csinálni kell egyet, azt nem tudtam, az más nálunk, Kuwaitban, és nem tudom, hogy van itt se. So, uh, kaptam egy motorbike, nincsen license plate, nincsen license, turista vagyok, csak a nevemben van ez, no helmet, fegyver, így. E Uh, ez <laughs> it was great. It was reckless, you know. Igen, hey, hey, hey. Igen, igen. és, azt akartam, hogy oké, okay, 4th of July, ez az első 4th of July Amerikában, az ott van. Az a, a, a függetlenség napja, igen, igen, igen. igen. Ez was my first time, első, nem, nem láttam azt már, mm -hmm. csak a tévében láttam. So, I'm like, oh my god, 4th of July, veszek egy motorbike, felhívom barátomat, kimegyük velük, we're gonna have to have fun. So, felkelek reggel 4th of July, bank lakok egy kicsi Supreme táska, lakok benne ilyen uh, kicsi füvet, filmi, és illegális miami van, nem szabad, mm -hmm. csak ott, most nem érdekel semmi, you know, gang-gang, mm -hmm. ilyen. Mentem uh, on the bike, kimentem a házból, és 30 másodperc alatt látom, hogy ez egész utca tiszta rendőr, mert az egész rendőrség, kint vannak ma, miért van celebration? Persze. I'm uh, oh shit, ez mi? Szóval mentem-mentem, és akkor jön egy rendőr, bíj! és néztem ide, majd like, bazd meg. I got, I got a gun, I got, I got drugs on me, de nincsen semmi, turista vagyok, ez nem jó nekem. Szóval elmentem. Mentem, de már azt hittem, hogy minden jó volt, és ott ültem. You know, négy uh, light után, négy, uh, mi ez a stop light? lámpa. Négy lámpa után. megáltom, uh -huh. Megálltom. Nincsen senki, jó vagyunk, akkor good, man, menjünk. Szóval so, ott ültem, és uh, kívom a uh, Google Maps, nem tudom, hol vagyok, én you know, I mean, nem, nem is van helyet. Jönnek a rendőrök, uh, fú, így jöttek, oh shit, guns drawn, uh, láttam így, mentem meg egy kicsit, dobtam egy-két valamit, mi? ott álltam, lementem a földre, így kiúzták a fegyverek, és itt féltem, itt néztem, mit csinálsz? What Hogy kerültél ide? What are you doing, bro? a oh, földre, get up, ta -ta, arrested, mentem a börtönre, és ez nagyon. The one thing, az egyedi, ami volt a fejembe egy dolog, ami volt a fejembe hogy Jabber, senki se fog, senki tudja, senki fogja hinni, hogy te itt voltál, szóval so el kell lopni a nadrágot. Milyen nadrág az? Börtön nadrág, ami inmate van rajta. Inmate, Date County Jail, DCJ, man. És ott ültem, és ez ami tényleg félmetes nekem, hogy most visszanézek, hogy te hogy gondolkodtál ilyet? Hogy nem akarsz hazamenni, jobban lenni, no, no. Ezt meg kell lopni most, mert ez ilyen... Mert ez menő. It was dangerous, you know, ez nem jó, szóval el is loptam. El is loptam, kimentem, és they found out, hogy loptam. Két hét utána, hogy... Kaptam egy e-mailt, uh -huh. uh, szia, tudjuk, hogy te loptál uh, börtönbe government property, uh, lesz neked egy, uh, we cancel your vi a visa, uh -huh. uh, tíz év visa, ami be menni Amerikába, cancelled, uh -huh. uh, 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 van nálad egy hét és fél kimenni az országba, és itt van a federal court case of stealing government property. Uh -huh. Szóval most ki vagy tiltva Amerikából? Aha, én most nem megyek Amerikába. Még akkor egy, egy két-három évig, nem? Nem tudom, nem, nem, nem tudom, nem tudom, csak oda fogok menni, és uh, repülőtérbe van nálad kész, és mennem kell uh, ügyvéddel, és fizetni kell, és á, az nem kell, az nem kell, az so, so, az lett, loptam a nadrágot, és olyan, á, és Megvan még a nadrág? van. itt Magyarországon velem, minden, mindenhol van. <laughs> you feel me? Csak um, a mentalitás nagyon más volt. You feel me? És az nagyon félelmetes nekem, hogy, hogy most idejöttem Magyarországra, uh, with a purpose. Mi az a purpose? Úgy, hogy tudom, mit, cél, hogy tudom, hogy mit akarok. Tudom, hogy rapper akarok lenni, csak rapper. Nem akarok próbálni, nem akarok veresni. De Mehetné volna vissza a Skóciába, mehetett volna Angliába, okay. a Franciaországba, az, hogy azért a, a hip-hop most nálunk is baromira erős, de te ilyen angol tudással, meg azért kapcsolatrendszerrel valószínűleg máshol is mehetné volna? Mikor Kuwaitban voltam, Néztem, belülképtem YouTube-ra, hungarian hip-hop. És nem jöttek ki az előadók, amit most ismerem. A nagyok, az Azaria, Beton Hoffi, Kohli. Shout out everybody, man, but like you know, ez az előadó, amit én ismerem, nem jöttek ki nekem. Ki jött ki nekem? Gangster Zoli. Mi neve? Másik ember? Sub Monster? nem tudom, nem is, nem, tesszük, tesszük nem, is tesz, ismerem ki, csak láttam olyan, hogy mi ez? Aha. I'm like, ez, 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 ilyen sok view van nálak, ilyen sok view van nálad, és ilyen szal vagy. Hát én is tudok néni. így. Uh -huh. so, um, szóval te megláttad a gangstát, és azt mondod, hogy ja, ilyet, ennél én tudok jobbat. Hell yeah. Aha, you feel so itt, it, mi, ebben az életben miért kell minden nehéz lenne? You feel me? Találd meg valamit, jól, amit jól tudsz csinálnod, amit jól tudsz csinálni. Keresel egy, 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 ország, ami, ami tényleg, ami, ami, még ez valami új nekik, és menjél. Aha. Próbáld ki, és itt vagyok, én you know, a magyar vagyok, mert uh, I have a duty. You feel me? Ha én, ha, figyelj! Ha, nem, nem szabad, nem szabad, uh, nem, szabad, mondani valakinek, hogy itt rossz, és nem hozzal egy megoldást. You feel me? És te mire vagy a megoldás? Én vagyok a megoldás. Mire? A hip-hop. You feel me? Mert igazából bocsánatot kérek, de itt nagyon sok copy-paste, 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 copy-paste. Nincsen original, nincsen valami... téged még nem, hasonlítottak máshoz? Kinek? Play Téged. Hát nézd, én nekem, mikor először meghallottam a hangodat, ilyen jó, mély, dörmögő Rick But Ricky Rose speaking like this. Ricky Rose, ez egy on. on. De hogy ne, nekem, nekem az első tullam, azért, mert hogy új, nekem egy picit ez volt, de ne, nem mondták még azt, hogy jobb kicsit hosszú a szerelemről. Azt mondják, hogy hasonlítok fejbe a DJ Khaled-nak, csak az csak. na rád, csak, ee, ha, jaj, oda, no, az más sértés mondjuk, szóval yeah. DJ ő nem nem egy, yeah. nem egy yeah, pozitív általában. -e yeah. yeah, mm. e, ha nincsen pénz a jobb mm -hmm. nem érdekel mit mondasz, uh -huh. you feel me? Mert te nem csináltad semmit magadnak. You feel me? So na no, mond, mond DJ Khaled, man, you broke, man. figyelj, Oké, megjöttél Magyarországra, ugye yeah. beszéltél arról, hogy, hogy elég keményen benne voltál akkor a nehéz részekben is Amerikában. Ahogy mondtad, börtönbe voltál, próbáltál gangsterkedni, kerested a bajt. Yeah. Megjöttél ide, ugye beszéltél arról, hogy, hogy vallásos vagy. A vallás yeah. neked most nagyon sokat számít egy két-három yeah. éve. Yes, Azért a zenétben nagyon sokat beszélsz bűnözésről, drogárusításról, ö, sőt, van egy mondásod, hogy lelőleg szeretettel. Igen. Yeah. Ez a vallásoddal nem, nem megy szembe a fűfogyasztás, a, a tetoválás, a, a gangster stílus? Igen. Szembe Igen. És ez hogy kezeld a két dolgot egyszerre? Hiteles okay. szerinted a, a, vallásod? How do you say perfect magyarul? Perfect. A vallásom perfect, én nem. Aha. So, um... Ez össze az összes tetú, ez régi volt. Az egy Monopoly? Igen, yeah, Monopoly, és azt mondja, itt arról a kurva anyád is, nem valami, uh, valaki, uh, idak, akartam valami valaki nevét ide akartam lakni, csak nem akartam. Ilyen régen rej, más ember voltam, uh -huh. régen eh, nem ne akarnál ne találkozni ne velem régen, nagyon ilyen mm -hmm. evil, you know, nem jó. No. Uh, so, uh, uh, régen csináltam sok rosszat és találtam a, 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 a szép vallásot, és, és it, it guided me, you know, mutatta nekem, hogy mi a jó, és most azt követem, hogy mi a jó. És ha hallgatod a Kobány a Kuwaitba, te so, vannak ett, legalább húsz bár, hogy We talking. A, about to God and they bow on to wow. drug. They got, they got it backwards, they bow to the dog backwards, me dog backwards. Again, again, again. They got a backwards, they bought to the dog, they bought to the drug while I'm bound to God. You feel me? I'm at Kozak, a up You feel me? So, bro, it's, it's, it's uh, sok, 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 az egész zenémből tényleg uh próbálom berakni, hogy -huh. jó, Jabber egy szereti az Istent, és az egész, az egész, his life is Isten, you feel me? I try to, man, I try to, so igazából igen, rosszat csinálok, Aha. csak Don't tie a vallásom, ami én rosszat csinálom. Érted? Érted, értem én a te csak azt mondom, hogy ez benned hogy, yeah, 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 yeah. hogy játszódik le. De azért te azért a zenétbe sokat beszélsz bűnözésről. Mi az a bűnözés? Az, Drogot árulunk, drogot szívunk, ha oh. ne kezdjél, mert cap. bajod lesz. Kep, kep, kep. Te Amo? nem hallgatod a zenémet akkor, ha itt mondasz. Azt mondod? Na. Azt mondod? mondtam, hogy el. A, 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 a with tagin, tudod? Mikor with tagin. Aha. Yeah, de... tagin means a smack somebody, összeverem a fejét, ha játszik vele. Ah, bocs, lehet, hogy én nem vagyok annyira képbe, akkor ez a része. Nem, 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 a Hát, van egy márka, amit, amit elkezdesz csinálni? Yeah. I drugs. Yeah, yeah. Ez az, ez az I sell drugs márka. Hát érted, de hogy akkor az azt jelenti magyarul, hogy kávítószert árulok. Igen, és ha mondja, aki tud repülni, tud repülni. Nem baj, a filmé nem baj. Tessék, figyelj! Akkor ez póz? Figyelj, figyelj, figyelj! Itt a kamera, nézd! Itt, itt. itt a hoodie van egy kicsi pocket, itt nézd! Be tudsz rakni valami jó kiset, filmi. Én szeretem ezt a kultúrát. Aha. Aha. Aha, szeretem ezt a Aha. Szeretem ezt a... A hip-hop, a gangster kultúrát. ott van, uh -huh. a drog, ott van a zene mellett, ez egész hisztori. Uh -huh. From the 70 ek uh, you had LSD, then you had Pink Floyd, yeah. Uh, aki uh nyert. -huh. Because LSD and Pink Floyd jól the mennek. Uh -huh. Then you had, you had the blues, the dum 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 and heroin, Aha. Uh -huh. mennek. Uh -huh. The dum 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 the dum 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 Heroin. And then you had weed, you had, we had marijuana with hip-hop. They, they, go together, bro. So, so nem uh akartam árulni drogot. Aha. Szeretem so, a kultúrát. Mm -hmm. Hogy tudok lenni ebbe a játékba, és nem csinálok rosszat? Ah, I will sell hoodies called I sell drugs. Uh -huh. I'm not selling drugs, though. Aha, uh -huh. Nem uh -huh. árulok semmit, uh -huh. Istennel jó vagyok, uh -huh. a jó vagyok, I pay my taxes, <laughs> pay all the adó. Uh, és, 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 így jobban vagyok magammal, uh -huh. you feel me? Itt nincsen sure. konflikt, hogy, hogy hogy úgy mondod, hogy vallásos vagyok, és, és hogy na, 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 én nem csinálok aha. semmi rosszat a házba ülök, ahol... Csak igen. a kultúrát képviseled akkor. Szeretem, tesó. szeretem aha. a kultúrát, szeretem a pénzt. A világ szép, egy kékű filmje, e, yeah, e, yeah. Én, amikor először találkoztam veled, ezt beszéltük is adás előtt, az ugye a Budapest Parlament Freestyle volt, yes, sir. ahol én azt hittem, hogy eldobom az agyamat. Sweet, everyone loud on the street. Soha, telefon, senki se hív. az Soha, az van, hogy Magyarországon is van már egy pár rapper, aki félig angol, félig magyar szöveggel próbálkozik. De valami hogy nekem az cringe. Nekem, az, nekem mindig olyan volt, hogy egy e. Eh, Nálad viszont az volt, hogy ja, hogy ő viszont tényleg két nyelvű, tényleg két nyelven beszél, de meglepett az, hogy, hogy ilyen angolal, én nem angolul nyomtam végig, mert hogy azt, hogy elkezdted a kettőt keverni, hát ez nekem ilyen nagyon egzotikus volt, és pont ezért működött. Okay. egyébként. Uh, köszönöm szépen, nagyon sok szeretet neked. Um, Ide jöttem Magyarországra, is minden nézik. Oké, na rég, És uh, um, uh, I did some research, tényleg olvastam, és láttam, hogy ki énekel itt, hogy énekel, és miért nyer és nem volt egy rapper, csak egy rapper, ami tényleg nagy volt, ami a legnagyobb Azária. Ő rappernek tartoz? Yeah, yeah, of mm -hmm. course. Aki szereti, nem szereti, ez egy rapper. He's rhyming mm -hmm. and he's rapping. you feel me? Uh, van... Egyébként én is mindig ezt mondom, és engem mindig kiavítanak, szóval... Yeah, yeah, man, shout a Zarya, man. Azaria csinál, amit akar. Aha. You feel me? Ez olyan ember. Aha. Csinál, I wanna be a pop star, pop star vagyok, rapper, rapper vagyok. Uh, shout a man. én, um, ide idejöttem, és láttam, hogy Azaria he's keverje láttam Young Fly, Charlotte Young Fly keverje. És jól keverje. mi jól csinálják. Vannak pár emberek, mert láttam, hogy fúj, mi ez? This is horrible. Ez, ez gusztussalan, fáj a hasam. You know? Vannak olyanok, csak uh, uh, láttam, hogy kell a magyar nyelv. Mm -hmm. Voltak pár emberek, akik angolul nyomták. Mert nem tudtak... Koli ez, is ez, angolul kezdte. Aha, és ez, pont ez. Charlotte Koli, mert Koli a házamban volt, oh. és ültem vele. És uh, before the album, ami kijött, ez a cirkusz album, mm -hmm nem volt kint még, és ott ült, és mutatta nekem. Én hallgattam I az a fan, és mondom neki, te miért nem vagy nagy itt? Mi, 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 what's missing? Jól nézel ki, you're confident, tudsz beszélni, jó a zene. Mi hiányzik? Miért nem vagy nagy? Nem értettem. Hmm. Csak akkor jött nálam, és te tesó, van nálam egy album most, Game Over. Majd és mutatta, hogy Betonavi Vichan, nincsen jegye, jegy, jegy, nincsen jegye jegy, hozzám se. It blew my mind. I was like, bro, ez nagyon jó, És and I saw a colleague go up, és ezért láttam meg, like, damn, ő tud valamit. Mm -hmm. Amikor változtatta angolul to magyarul. Itt kell a magyar, bro, Magyarországban vagyunk, a, a zene ez relatability, mi az a relatability, bocsánat, hogy... A, 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 tudsz vele azonosulni. Aha, tudsz vele azonosulni, you know, de tesó, én, amikor én hallgatom a zenémet, az, a, valaki zenét, akkor I like to relate to it, ha mm -hmm. valaki mondja, hogy Uh put up park I'm a killer but don't push me mm -hmm. I'm not a killer but don't push me boss uh -huh. don't, don't push uh -huh. me I relate to this Mehr tu do mod iga savan Amikor Amikor a magyar ember halgatja azenet is nem halgatja magyar elvet there's no relatability bro Okay Okay Mekkel eznek hogy you, ez nem külföldi ez itt van nálunk boss man he's one of us you feel me Hostekar Don't neither you some that say Rohadt nehéz lehetett, oh, mert ezt akartam mondani, hogy azért azért a és bántásnak, de azért a, nem a szövegeid azok inkább még punchline yes. hogy jó hangzó mondatok, yes. inkább, inkább a pillanatnak, a feelingnek szólnak, még nem annyira komplex és, és, és résztes. Hogy ülti neki magyar, angol szövegeket írni? Ez hát hogy működött? Leülti a Google Translate-hez? Exactly. Google Konkrétan. Translate, és nem értettem semmit, és belaktam magyarul, vagy a bar, angolul, kijövök a balra a fejembe mondjuk, uh, uh, I sit on an iPhone, it becomes an iPad. You feel me? Uh, so, so, uh, van, uh, so uh, olyan, uh, I'm so big, I sit on an iPhone, it's iPad less. You feel me? And then, and then, because you, uh -huh. I had stress. És uh -huh. akkor be tudom lakni egy uh -huh. ilyen, Magyarul be tudtam köverni, hogy Google Translate, csak uh -huh. láttam, exactly bang, bang, oké, okay, ez mit jelent, is? Uh, és lassan-lassan jobb lettem, és mégis nehéz, látod, hogy nehéz nekem, you know, gondolkozni de... kell, hogy izzadok, amikor beszélek. Vagy Jó, gyere, de hát you know? két éve jössz itt, Ezért, you azért know, uh -huh. is próbálom, és sok mindenki, mi... Hát ez, ez ne, nem jól beszél magyarul, men beszél alapul, akkor próbáld két go, Oh, oh, that, motherfucker. <hogy> beszélsz, én már már? Fluent. Aha, akkor hány nem beszélsz? Három, három. Ez Angol a három, magyar. Angol -magyar. <hogy> ha most, uh, hát mondom, hát, remélem, hogy mindenki ért mindentől. <hogy> én tökéletesen elbeszélgetek vele, most már legalább fél órája van, ah, szó, ez de, simán megvan. Akkor azt mondd meg nekem, hogy miért jelentkeztél a voice-ba? Mert azért az nem egy, egy tradicionális út a hip-hop sikereihez. Yeah mindenki mondta nekem, nem menjél. És idejöttem, és néztem, like, mi az a, milyen indian marketing tudok kapni? Uh -huh. Mi az ingyenes? Mert én itt vagyok a hip-hop kultúrában pénzt kap szerezni, nem vagyok itt mosolyogni, nem vagyok itt jó lenni. De hát én úgy azt éppen, hogy egy jobb módú háttérből jöttél, gondoltam, hogy neked volt egy saját tőkéd, saját budgeted, nem? Hogy, Van. hogy aha, volt. de kellett még pluszba volna. én uh, Kuwaitban voltam, csináltam az első hip-hop show a világ uh, uh, országban, hoztam a rassz. Az első kuwaiti reppulit te csináltad? Hoztam a uh -huh. rassz és tájga, uh -huh. kint oda. Uh -huh. uh, sok pénzt kaptam oda. Mi kaptunk pénzt, minden világ szép, egy kék jó volt, idejöttem, a uh, családom a hátam mögött vannak. Bro, úgy érzem, mintha vannak hegyek a hátam uh -huh. mögött, hogy filmik. Uh -huh. Tényleg jó, erős emberek, ha kell valami, ott vannak, és ez mindig jó érzés. Csak idejöttem, és volt minden, és láttam, hogy oké. Okay, hogy tudom venni ezt a pénzet, berakni ebbe a zenébe, és kihozni többet. Aha. Mi szó, azt csináltam, ide jöttem, néztem így, oké, három opció van, tudok fizetni YouTube ads-ra, option kettő, csinálok blog fizetek blog postért, hogy valaki új, három a hit a TV. És a TV ingyen, you feel me? Attól tudok kapni pénzt, so mentem, hey, the voice, was up, sziasztok, I'm Jabber, új vagyok itt, pá, ping, pá, pó, gyere, légy Hú, miért nem a Manuelt választottad, és miért a Körtiszt? Oh, én, én, én ott ültem a tévén, én é. így hogy... Ember! Még a Manuelle beszéltem is erről itt a műsorban meg, és kérdeztem, hogy te mit szóltál azt, hogy, a, hogy a, a Jabber nem téged választott? Yeah. mondta azt, hogy ő, ő se hitte el. hogy <laughs> tudod, a műfaj, meg a yeah. zene... Yeah. Oké, okay, hogy a Curtis az egy nagyobb gangster-típus, mint a Manuel szerintem, viszont a zenében, meg, meg, meg az az új hip -hop meg a Manuel érti jobban szerintem, mint a Curtis. Hát jó, ilyen, ilyen játékban vagyunk, hogy ha, ha, ha választottam a Manuelt, akkor ide ülném és mondom, hogy miért nem választottad a Curtis-t, érted? Ne! ne, so, ezt, 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 ezt vissza, ezt a labdát visszapöckölöm hozzá. Lök, lök, Ma, mondd, hogy miért választod őt. Hát nincs, Sávrat, Manuel, Manuel og it. Uh -huh. Legnagyobb most, igazából. One of the top three at least, uh -huh. you feel me? So his respect has to be there, ott kellene, lenni, uh -huh. tisztelet, oda kellene. Uh -huh. uh, Curtis, ő is, a legnagyobb volt, tisztelet ott van, you know? So like, nem volt ilyen, hogy ez az ember szeretem jobb, mint a másik. Ja, ja, ki van? Körd? Ja, körd, sure. yeah, well. new... Megérzés volt csak? Nem ismerem őket. Nem, régen nem ismertem, nem ültem velük, nem ismerem, milyen ember vagy. Én, én, bocsánatot kérek mindenkitől, csak ha, ha időhúzod, Drake, nekem nem érdekel. Aha. Ha, nem ismerlek. Ha jó fej vagy, tudom, hogy jó szíved van. Csak nem tudok mondani. most ismerem a volt. Mi hogy milyen jó szíve van. Most is nem hogy milyen jó szíve van, you hogy milyen jó emberek, és te Zsó, ezek nagy emberek itt Magyarországon, és segítek nekem, és nem is kell nekik segíteni nekem, you mi Don't have to. Ők, ők, mind a ketten segítenek nekem? Yeah. Tényleg? Igen. És eh, nem, nem, look, figyelj, tudod, mi, mi, mindig jó, hogy eladónak? Lejolokok egy Insta post, és jól csinál komment. Csak azt, csak uh -huh. egy komment. És ő tudja, hogy milyen jó ez nekem. Aha. Az Ária tudja, milyen jó nekem, amikor megosztja engem a sztoriba. Tudja, milyen jó. Aha. És én, én, én tudom, hogy ő tudja, hogy milyen jó. Ezért tudom, hogy jó osz Tehát Akkor van. ezért kommentelsz mindenki a te, figyelj, te olyan, az elmúlt egy-két évben azt vettem azt, hatt, azt, hatt, azt észre, hogy te gyakorlatilag minden magyar rapper és popzenésznek az Instagram fog vagy De ez nem egy ilyen marketing stratégia? Nem. Szeretettel kell mozdani. Ha te nyersz, úgy akarom érezned, hogy én én üdvözölek veled. You feel me? I'm celebrating with mm -hmm. Amikor, amikor nincs jó napod, felolgsz a sztoriba valami rosszat, én is ott vagyok, you feel me? Mm -hmm. De jó, so, nincsen fake love it. Ha szeretlek, I'm gonna comment. Ha nem szeretlek, nem találsz engem ott. You feel me? A szeretet mindenki előtt fogom mutatni, és uh, ha nem szeretek, az is mindenki előtt fogom mutatni. Mm -hmm. You feel me? Én mm -hmm. őszinte vagyok, tesó, so, on the table, on the asztal. You feel me? És hogy érted, ö, megérte a voice-ba elmenni? Neked jó élmény volt? Dehogy nem. Jó Most amikor csinálok egy decision, egy, lépést, You know, nem fél lépés, no, lépek, I'm sure, én megyek a Voice-hoz most, és tudom mi fog lenni, és az lett, és Mindenki lát engem, most megyek ki az utcába, az öreg néni, hát te volt a voice ban yeah, sárát jó anyuka, asza, you know. És, és kisik, a nagyok, mindenki ismer engem most, és blessed, it's blessed, ez, tényleg, ez nagyon jó, ez good. A, az, hogy meg, hogy lett a verseny azzal egyetért, hogy ki nyert. Uh, ki is nyerte végül a voice-t, Nem is tudom. Nem is tudom. Én is tudom egyébként, hogy ki nyert a se tudom. voice nem. Te, se, te se követted? Csak. O, 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 nem követted végig? Nem. Csak látom, az én vagyok. Ah, <laughs> akkor téged csak ez érdekelt? Yeah, bro. Ott bro, voltam for marketing, csak. Strictly marketing, bro. Uh -huh. Indian, az egész ország meg fog látni engem uh -huh. Indian, Let's do it. Hell yeah. Uh. Van egy interjúvel, a refresher ahol arról beszélsz, hogy sok szeretet van ebben a városban. Yeah. Azért Magyarországgal kapcsolatban azért a, 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 a sokszor az idegen gyűlölet, a rasszizmus, egy csomó ilyen dolog szóba kerül azért. Te kuvaitiként biztos hallottál arról, hogy a menekült idején hogy bántak a bevándorlókkal, hogy van egy olyan kormány, aki ezzel nincs egy jó véleményen. Te, és te mégis ide jössz, azt mondod, hogy sokkal szeretet ebbe a városba. Te alapból ilyen pozitív csávó vagy, vagy inkább igyeksz el nem törődni ezzel? Na, én így érzem. Nem kaptál semmi negatív visszajelzést soha? Ja, hogy nem, minden, minden nap csak uh, jön DM és uh, sok komment. Uh, Takarodj innen! Vissza haza! And I'm like, Sok kapni? Sokat, mert ez a haza hol? Én minden jövök, tesó. És a házom nagyobb, mint a házad. Hova megyek? <laughs> Bro, again, még egyszer, tesó, ha nincsen pénz a zsebedben, nem fontos, amit mondasz. Mm -hmm. Te ki, ne, ne, nem szóval a, 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 aki szegény, az nem számít. Nem szegény. Na, figyelj, no, 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 Aha. Aha. nem szegény. Aki nincs, aki nem próbált magának, aki nem tisztelet magá, he doesn't respect himself Aha. enough to work. Nem is dolgozott, nem is, nem is próbálta. Ha próbálta, nem ment vele, nem próbálta még egyszer. Ha nem még egyszer, nem próbálta még He gave up, bro, bro, ha, ha te nem dolgozol magadnak, ha te nem tisztelet magadnak, hogy, 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 hogy you try, te soha nem fogok tisztelni téged se. You feel me? Ezért, amikor valakinek bocsánatot kérek mindenkitől, és tisztelet mindenkitől. You feel me? Ed, jött, jött, láttam az apámnak, hogy hogy ment nulla százalékig. He went from zero to one mm hundred. -hmm. Láttam sok embert, zero to one okay. hundred. Damn. Csináltak, csináltak, csináltak. És so, tudom, ez, ez, valami, hogy nem nem, 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 lehetetlen, hogy jó, nem tudjuk megcsinálni. No, no, mindenki mm -hmm. tudja megcsinálni. És ha nem csináltad, tesó, you didn't try hard enough. Bocsánatot kérek. Ez az igazság, you feel me? So, amikor valakinek van pénz, és beszél, mindenki hangzik. Yeah. It's power. Ez, ez erő. Ez, ez erő, amikor, yeah. amikor csináltad valamit magadnak. film szó? So ezért. Yeah. ezért nem érdekel, amikor valaki jön nálam is, szegény, uh, az egész vervonalja, az egész vervonal. Vesztés, 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 Aha. vesztés. Te most honnan jössz? És mit hozol ebbe a világba? Mit hozol ez az országnak? Mit hozol? Semmit sem csinálsz. Én, I'm bringing love, sok szeretet, you feel me? Én tudom, mit hozok, you feel me? Ha nem csinálsz semmit magadnak, nem érdekel, mit mondasz nekem, you feel me? Több olyan dold is van, aminek már címe is reflektál, utal más reppelekre vagy előadókra. A Pogány induló című az Ondeló című dal, az, című dal, az új lemezedem. Én bevallom őszintén, és nevet bántásnak, de nyugodtan elküldhetsz a fenébe miatta. Amikor kijött a Jabertól a Pogány induló című dal, én így ültem, hogy ez nem olyan, amikor a Central C csinált egy Nicki Minás című számot? Hogy azért lett az a címe a Pogány indulónak, a uh -huh. dalnak, mert a Pogány indulóra sokan fognak kattintani? Uh -huh. Ezt érted, mire gondolok? Érted, mire gondolok. Hogy ez egy ilyen marketing... It's part of it. Aha. It's part of it, 100%. Uh, ide jöttem, Pogányindulot, ismertem a Youtube-on, láttam így, és akkor tudtam ülni, tudtam ülni vele a párszor, és dude, ilyen, 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 ilyen... Milyen fiatal, ilyen fiatal előadó, ilyen nagy energiának hozni, bro, ez a gyerek más, tisztelem őt nagyon, bro, I love this kid, az ő menedzser nem szeret engem, az ő csapatja nem szeret engem, lehet, hogy ő nem szeret engem, but I love pogány Doloman, ő tényleg one of the only rapper a városban, aki amikor mond valamit, én hallgatom, mit mond, what's he saying? Tudod, mi? Olvasom a barz, oh, ide-le. I'm like, damn, bro, ez tisztelem, ez gyan, He got it. Idejöttem, és láttam a, uh, a pogit, és uh, csináltam egy dalt, amikor I'll be in the club, smoke a weed, the pog induló, mert oda mentem to his barba negra Show. Aha. Ott voltam. Igen, 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 igen. És... Smoke a weed, the pog induló, you know? És oh. uh, uh, csináltam egy dalt, és sok uh, tisztelet neki, csak uh, most látom, hogy sok... Sok ember, ami... Körülveszi? Körül... Akik ő, Akikkel lóg? oké, okay, okay. around him. Aha. Nem szeretnek engem. Aha. Ezért... Uh, also, meg, meg, kell tanulni, hogy mi a entertainment industry vagyunk. Mi az entertainment industry? Milyen szakma? A szórakoztatóipar. A szórakoztatóipar. Azaz, hallottad. <laughs> uh, um, itt kell, kell okoskodni kicsit. Mondjuk, hogy hogy tudok jót hozni magamnak, és nem bántok senkit, én you know, használom a ő nevét a title uh -huh. Ez tisztelet neki, uh -huh. és ez jó nekem. Mindenki nyer. Uh -huh. You feel me? Ez mindenki nyer. A uh gondoló -huh. uh, is így készült? A Nem, nem. Én, Tezsó, uh, figyelj, uh -huh. uh, most mindenki látja, hogy van valami probléma, Beszélhetünk róla. Yeah, hát ha, ha jól láttam, effektíve az a balhé, hogy az echo val valami nagyon össze, összecsaphattatok, Man. mert ott ilyen fizikai bántalmazással való emlegetésig ment a sztori. So, Tesó, shout out Eko. Uh -huh. Shout out echo. Nagy eladó uh -huh. Fiatal. Én is olyan voltam, amikor fiatal uh -huh. voltam, csak nem voltam 40 kg, azért más volt nekem. <laughs> de miért de akkor visszaszóltál ki? Meg, hogy ott mi történt? Mert hogy ez a tehát ez a dolog, ez megy? Oké, okay. én... Uh, és te egyébként mindenkivel ház... haverkodtál, eddig azt no, néztem, és csak fura nekem azt és látni, so... hogy most mindenki rád van feszülve. Ez Jabber a haverű film, jó fejé szeretek Aha. lenni, szeretek mosolyogni és ülni. Ültem a házba, és láttam, hogy valaki csinál egy kommentet hogy hashtag napraforgó, hashtag cloud hashtag uh, mi, uh, valami hülyeség, nem is tudom, mit mondott. Valami hülyeséget mehetne az hogy mi, ki ez? és amikor valaki belakja az Isten nevé ő nevébe ez nekem neked most nincsen tisztelet nálam nulla mert te nem is ismer, hogy mi az Isten. Ez neked lehet hogy játék. You feel me? Szóval egy mm. nincsen tisztelet. Második lehet hogy ő is nem hát, a vallásos családból jön és, érde érde és érde 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 fontos, nem ez fontos Ez nem lehet. Nem érdekel uh -huh. tisztelet kell adni Just, uh, csak mert nem vagy mondjuk ha én nem vagyok uh, ha én nem volnám arab, szabad mondani, hogy a nevem arab, szar, nem szabad? Miért nem? Nem, nem, csak ez mondás. No, 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 te ez a neved. És a neved mindenhol van veled. És a neved az sokra számít. Mi? Az Isten neve az nem játék, az nem vicc, az nem. Erre én verekedek tényleg. az Isten káromlásra te ugrasz. Yeah, ez, ez nulla, nekem nem. A neved mi a neve? Lassú, nem tudom, nem tudom Nem ja, te, te a gondolsz, lassú Isten. Aha. Ez, ő csinált pár komment nekem. Aha. Hashtag napraforgó. Nem tudom mit is, nem tudtam miért, ez, miért csinál ilyet, nem is ismerem, Aha. ki ez? Nézek rá, hogy, hát van, hogy az OTL-nek a feje, a látom, főnöke. Azt láttam, és láttam, hogy ó, az OTL főnöke beszél így rólam, akkor az egész OTL így van, így gondolkoznak rám. Oké, okay. uh, mit tudok csinálni ebbe a helyzetbe? Három dolog, igen, három opció, mindig van opciók, mindig a véletben vannak opciók. Opció egy, hagyom, nem látom, opció kettő, megyek, összetöröm a fejét, opció, opció három, csinálok pénzt ebből. Csináltam pénzt ebből, a Hogy ebből pénzt? mentem forgatni. ez nem OTL, Ez nem nyávogás. Ez dzsábor. Ez nem kicsit. Ez látod azt a videót? láttam, ezt akartam kérdezni, de ez egy, ez tűnik. Te most az otl Én Csak az OTL Ha azt mondod, hogy ez nem nyávogás, az nem egy, az nem bók, nem egy kedves szó. Oké, várjál. Kérdezek tőled. Ez nyávogás vagy nem? Te hiszed? A OTL a, 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 a zenéje? Yeah. Hát annyi, annyiféle zenét csinálnak, hogy szerintem ezt így egyben nem lehet kimondani rá szerintem. Ez egy másmilyen hip-hop, mint amit te csinálsz. Lehet, hogy Fili, nézd, tudnék olyan, tudnék olyan számot találni, amire azt mondanám, hogy ez nyelvvogás? Tudnék. Tudnék olyan számot mondani, ami kemény, mint az állat? Uh -huh. Tudnék. Van kemény, no van sok kemény. Ezért mondom. Van sok kemény. Ez azon múlik, hogy éppen te hogy akarod beállítani az kemény ő személyüket. Energia, csak nyávogás maradt. Uh -huh. uh -huh. Anyway, tesó, figyelj, ha akarok nyávogást hallotni, megyek uh, uh, bármilyen csajhoz is uh, nyávogatni fogok. Te, te most fel a kesztyűt akkor? Nem, ez nem kesztyű, ez entertainment business, ez a szakma, tesó. Uh -huh. Most te hoztál valami rosszat az én asztalomhoz. Ide laktál valami rosszat. Innen mm -hmm. ide hoztad, hogy én napra vagyok. Aha. Hogy hogy mondasz nálam, hogy napra nem ismerlek. Oké. A Ott jel tiszta Á, ah, érte. So? Uh, most itt van a feel filmi. Most, uh, mo most uh, ekkor felrakta, hogy le akarja vágni a torkolom, és nem tudom mit is. Tesó, shout out Echo. Hmm. Én 28 vagyok, én börtönben voltam három országban, tesó. Három országban is yeah, börtönben voltál? Yeah. Ezt pedig nem mondtad? Nem kell mondani, nem baj. Csak, uh, you know, tesó. Én nem vagyok itt Magyarországon mutatni, hogy ilyen erős vagyok. Nyit, csináltam, bro, én jó élet akarok élni, imádkozni akarok, pénzt csinálni, csak... Na, no, de az is elhangzott, hogy a gyakorlatilag könyörögtél például. Ez ja, elhangzott. Aha. Mi az a könyörgöttél? tudod, hát, mikor... az, az a... Kérdeztem egy fitnek. Aha, aha. Kérdeztem egy fitnek. Tesszük, nem, könny... nem tudom, mit jelent könyörök. Amikor, amikor, azt mondod, hogy, hogy uh, please. You know? Az honnan hallottad, hogy mondtam püli A, a videóban láttam, hogy ez, ez volt, hogy, hogy uh, Jabber könyörgött a fitért. Okay. Uh, én kérdeztem tőle egyszer, küldtem egy linknek, neki, <laughs> egy WeTransfer link, egy dalal. Figyelj, tessék, én tisztelem Echo-t. Again, tisztelem. Mm -hmm. It's no problem. Csak meg kell, meg kell érteni mindenkinek, hogy tesó, ez ha valaki másnak mondta, hogy levágod a, tork, a torkát, és nem vallásos, és nem fél Istentől, mit fog csinálni tőled, neked? Tényleg? De ez ez nem ez, 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 ez fenyegetés igazából. Tesó, ez nem... Ne, 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 ez, van, van a fenyegetés, hogy eh, meg foglak eh, találni, oké, okay, oké. Okay, levágom a torkod. Uh, én nagyon, ezért én nagyon, 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 nagyon... nagyon uh, Happy, nagyon boldog vagy? Nagyon boldog, hogy velem lett ez. Uh -huh. Mert én, én tudom, hogy mi vagyok is. Uh -huh. I'm secure, nem uh -huh. kell. Uh, nem. Hol van? Tudom, hogy mi, 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 mire gondolkozik. Tudom, hogy uh, nála ez valami. Mi, hogy mondtál? De most láttam, hogy OTL-esekkel fogsz fellépni a parkban? Uh, még nem, most nem. Most nem. Mert uh, I think kisé, uh -huh. tudom, ilyen el kisé. Kisé, ha? Azt mondta, én mondtam, hogy nyelvogás, azt mondta, hogy valami, valamit dagat, dagat, nem tudom, geci, dagat, nem tudom, szereti, nem tudom, mit. Uh -huh. Néztem így, amúgy, tesó, te miért beszélsz velem így most, uh, you know, értem, miért beszél így velem, értem, csak lehet, hogy azt hiszi, hogy kezét fogok rakni rá, kisé, én is szeretlek téged, az neked, mindenkinek szeretetű film, tesó, ha én úgy érzek, hogy merges vagyok, aha. akkor nem lesznek itt a házadnál még filmi, tesó, én olyan vagyok, you know, amin ha. ha merges vagyok, csinálok. jeez, move in silence, you know. Uh -huh. Csak kett, tesó, ezek, come on, man. Uh -huh. Mindenki merges, you know, mindenki... Uh -huh. Focus on money, pénz jobb. Csinál uh -huh. pénzt, Eko, csinál pénzt, uh -huh. kicsit, Csinál pénzt. Lassú fasz, jövök. If you want <laughs> cash, that motherfucker. <laughs> az, az, más, mert ő 45-től már tudja, hogy mire gondol, tudja, tudja, hogy mi van a fejébe, és már he took a decision. Uh -huh. A film az, neki az már később, majd meglátják. De te azért egy tök kedves sávonak tűnsz, mert leülni és megbeszélni? No. No. Miért? Te so, az egész életem uh, uh, mindig voltam a bad guy. Tudod miért? Valaki jön, csinál ilyet nekem. És én visszajöttem így. Mindenki nézze. Mert miért ötöd? Hát miért kezdted? De miért? A te döntésed, hogy hogy reagálsz valamire, az te vagy. Én, hogy how I react to stuff, az én más vagyok, tesszú, you feel me? Ezért, bro, igen, nem vagyok itt mutatni, hogy kemény vagyok. Tudom, hogy mi vagyok. Nem vagyok itt mutatni, hogy gazdag vagyok. Tudom, hogy van nálam pénz. Nem vagyok itt, hogy... De azért sokat beszélsz arról, hogy gazdag vagy. I'm proud of it. Büszke vagy Nagyon büszke vagyok, látásom. Mert nem lenne buszkela. Uh -huh. Mi? You know, film, ez jó érzés, tesó, uh -huh. fel kellni minden nap két, kettőkor you korinó. Know, nem kell reggel menni, dolgozni, filmni. Hasznos, bro, ez jó élet, tesó, ez jó élet is. Én élvezem. élvezem, tesó. Uh -huh. Nem kell, nem kell, you know, szomorú lenni, mert jó az életed. Uh -huh. <laughs> no, yeah, man. Yeah. Beszélj itt a, a kőbánya Yeah. Miért pont kőbánya? Uh, ah, oké, okay, szóval so, um, még új vagyok itt és meg uh, ültem Pabloval, és ez egész, és Barnával, és egész csapat is uh, beszélt, és Palival. Uh, ültünk, és um, mondtam, kell egy album név. valami magyar. És kiderült, ki hogy uh, azt akartam, hogy... Uh, miszló, mit amit akartam. Uh, oh, uh, uh, number seven. Pablo keval No, Number 7, no hate, no hate, number 7. Igen igen, 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 oh, igen, igen. Jó, hogy miért jön? Akkor leírtuk, le number 7, úgy nézett ki, mint Cristiano, nem, 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 nem. Nem szeretett Ronaldoz? Nem szeretett, csak nem, nem, tisztelem, he has money, he's e. boss, tisztelem, uh -huh. ad, as we said, csak nem láttuk, nem nézek focit, soha. So, mm -hmm. so uh, I was like, no, shit, ez nem, nem jó. I have my own brand, a saját brandem. So anyways, uh, ültem pablo mondtam neki, tesó, a kultúrában nem vagyok bent, mi lenne egy jó név, mondta nekem. Hát Kobányi az, az első helye, amikor jössz Magyarországon, a uh, out of the airport. Kőbánynak is most igen. Like, Oké, okay, és az is erős hely is, erős hely, is. Erős. Igen, én odajártam iskolába Kőbányára, okay, szóval okay, ismerem okay. a környéket, igen. É, én nem. nem, <laughs> <laughs> szó. So, you know, KK, you know, KK, uh -huh. belaktuk well, like Kuwait, mm -hmm. so, shout out Kőbányi, you feel me? Yeah. Még beszélgettük, hogy nekem a, a a kedvencem a, a lemezről. Yeah. Magyarországra minden nézi A kezem csup a gyermet, nagyon hideg hands a freezing Touching down on board a best, a show who the best volt nagyon breezy Semmi olcsó, tiszta vívíz Ez az egyetlen dal, amit nem a Somogyvári Dani volt a producere Ugye a Somogyvári Danit azt a Azaria producereként is ismerhetik sokan De gyakorlatilag az egyik legbejáratottabb és népszerű producer most Magyarországon Te direkt azért dolgoztál Somogyvári Danival? A Mert hogy az Azariával dolgozik? Kérdeztem, ki a legjobb itt? ki, ki, ki so. a legjobb, a legnagyobb, ki, valaki mutassa már, és mutatták nekem, a Daniel Somogyvári. Mondom, Somogyvári? Mondom, jól mondom? Sállott Daniel Somogyvári, mert ah. szeretem, mert, bro, szeretem ezt az ember tisztelem, mert tényleg, bro, belakja a szíve a zenéből, bro, the guy, nem érdekel semmit nála, csak a családja és a zene. És ezt nem tisztelem ah. ezt az ember, mi tényleg. Kérdeztem, hogy ki, a legnagyobb, és oda mentem. Yeah, a legnagyobbak akarok lenni, és so ah. a legnagyobbak kell dolgozni, you feel me? Én nem vagyok itt uh, normális lenni, vagy mid, no, no, I'm here, to, uh, akarom a legnagyobb széket, a ah. legnagyobb, Miért oh. oh. még a legnagyobb székről beszélünk, ami gondolom az akvárium lesz majd, én azt láttam, hogy neked van egy saját Twitch csatornád, oh, yeah. és te szoktál beszélni, a, a, a dalaidban is van gamingről szó. Yeah, yeah. Gamer vagy? Yeah, yeah, nagy, nagy. Akkor yeah. mégis volt Playstation otthon, mondjuk mégis mégis vett neked Playstation? PC, PC. Akkor azért mégis játszogattál gyerekként? Na, na, amikor kicsi voltam, nem. Azért akkor gamer No, no, ezért vagyok gamer most, amikor gyerekkoromban soha volt náluk PlayStation, soha volt náluk PC, soha volt náluk semmi. Aha. Uh -huh. Szóval so azért most, amikor like, mondjuk 16 lettem, is, uh -huh. csináltok, amit akarok. Szóval so, ülhetek ebbe a gépbe az egész nap, ez nem baj? Oké. Jó, Én azt szeretem, gamer lettem, csak igazából az neon. Nagyon veszélyes. Veszélyes, mert sok idő elfogy, és nem, nem, is érzed. You Mit know? játszottál? Mi a, mi, milyen lövöldözős? Rainbow, Six. Rainbow Six, Siege, Rainbow six. Aha. Siege uh, I'm a big League of Legends player, League of Legends, uh, TFT, mindent. Ja, gamer vagyok. Full, 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 on gamer. Kompetitív játékok. Big, 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 mindenképpen. Yeah, yeah, neked kell az, yeah, hogy legyen egy lista, ki a legjobb, ki yeah, a ha Yeah, yeah, aha. Yeah, yeah, aha. yeah, 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 Fogsz még ez, ez is fogsz még térni, hogy Twitch-en Gaming nyomjál? Lehet, lehet. Most, most nincsen időm, most fókusz a zenére. Lehet, hogy you know, ha kilakok egy dal és kap egy ilyen 20 millió uh -huh. play, akkor uh -huh. van időm, van minden. I would love to Szeretem, Most egyébként éppen négy dal is a trendingben van, ha jól láttam yeah, Youtube-on, yeah, szóval most tanítaná, egész yeah. beindultak a dolgok. Ez jó, so, it's blessed. Uh -huh. Thank you, thank you uh -huh. God. Yeah. Uh -huh. Van egy videó, uh, ahol arról beszélsz, hogy mi az a tíz dolog, aminek yeah. nem tudsz élni. Yeah. És ebben van egy olyan, hogy szúrás biztos mellény. Yeah. Erre miért van szükség? Nem, nem, nem glasgow élsz már. Yeah. Yeah. Ez Budapest, ez nem egy annyira veszélyes. Va, jártál sok helyen, azért Budapest nem olyan veszélyes szerintem, uh -huh. mint, mint Glasgow vagy Miami. Uh -huh. Akkor miért, miért, kell neked szúrás biztos mellé? Hát jól néz ki, és miért nem? Jó, csak ennyi? Yeah. Na, jól néz ki? Na, na, van egy mondat angolul, it's better to be caught with it than to be caught without it. Aha filmját, hát ez, ez, ez jó, láttad, hogy valaki le akarja vágni a torkom most, hát nem tudom, lehet, hogy kell actually, you know, no, actually, lehet, hogy nem tudom, ott van, a I have it have kell, ott van, felveszem, és megyek így. Jó. a videóknak jó. És figyelj, azért a magyar rendőrök azért leállítanak? Shout out magyar rendőrök, men, csak jók hoznak nekem, csak jók nekik. Igen, igen. Na, azért figyelj, azért artetko, ki vagy varva, nagy aranylánc, azért tudod, magyar rendőr az néha olyan, na, állítsuk csak meg, hogy itt mi no, van a zsebben. No, és tisztelettel beszélek velük, és ők tisztelnek engem, és uh -huh. jó napot kívánok, jó napot kívánok! Biztos úr. Igen, gyere nyugodtan, ami jó neked, jó nekem. You feel me, tesó? Nem jöttünk ebbe az országba. Figyelj, én magyar vagyok. Uh -huh. Magyar vagyok. Szereted, nem szereted, nem tudok beszélni, be magyar vagyok. Uh -huh. <laughs> szóval nem szabad visszajönni ide és hozni rosszat. Uh -huh. Csak jót akarok hozni. Mikor lesz az akváriumos nagy koncert? 28. március. Márc 28. Yeah. az azt jelenti, hogy mire az, az pont aznap lesz, mikor az adásba kerül. Oké. Okay. Mennyi embert vársz? Mert nagy lesz, az 1300 ember. 1300 ember, Az, 1, egy, az, az És figyelj, azért te még viszonylag újnak számítasz. Igen. Yeah. És uh, neked, hogy mondjuk az nem lesz teltház, az csalódás lesz? Mi az a csalódás? Az azt jelenti, hogy uh, disappointment. -hogy ha, oh, ha, no. ha nem sold out, akkor az a disappointment no, neked. No, 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 tesó, ha egy ember jönnét, ott belemegyek Aha. a színpadra, és elnekelek neked, what's up, baby. Tesszó, ha fizettél pénzt, Látni engem, ha egy ember, ha húsz ember, ha ezer ember, ha tízezer ember. Thank you. Thank you for coming. Tesó, még egyszer mondom, tesó, nekem nem kell validation valakinek, hogy csábert összetett, tehát leszalom. Vannak sok jó mindent tudok hakni az asztalon, ami tényleg le fog esni a szájról. Ilyen van nálad, nekem nem kell, hogy mindenki látja, hogy, bro, itt vagyok, pénzt keresni. Csak. Nem kell, Jabber, jó fej, jó arc, jó, jó, szar, szar, nem érdekel. Mm. I'm here for money, tesó! Uh -huh. So ha koncernek jönnek emberek, jön pénz a zsebembe, uh -huh. my team can eat, Pablo tud enni, uh -huh. Barna tud enni, eh, Pali tud enni, mindenki tud enni, uh -huh. én itt jobban vagyok. Uh -huh. You feel me? Mert, eh, nem fogunk enni, ha valaki mondja, hogy nem sold out, ez nem a uh -huh. kaja az asztalai, uh -huh. you keresem a kaját, tesó! Hát azért mégiscsak a jegybevétel, az is pénz. Igen, yeah, csak Aha. igen, igen, csak az pénz, csak én, én, most látom, csak amikor Pablo felhív engem, hogy ez oké, okay, pluszban vagyunk, done. Aha, ennyi elég. we're winning, nyerünk, Aha, pluszba nyerünk. vagyunk. Már Aha. Uh, nem vagyunk pluszba, oké, okay, mit tudunk csinálni, Aha. pluszba lenni? Ezt azt már csináltam. Uh -huh. pluszba vagyunk most, le tudunk ülni, és most I enjoy it. De figyelj, te azért látszik, hogy pénzügyileg képbe vagy. A magyar piacban ennyi pénz van? Yeah, de nem. Tehát mindenki depressziós itt, senki dolgozik, senki éhes. Ez sokkal gyengebb nekem. Leülök így, csak olyan kicsit csinálok, hogy nyerek. Figyelj, ha, a fiatal vagy a házba, nem kell sokat csinálni itt lenni. Semmit kell csinálni. Csak dolgozz, csak csináld, You know? Itt it, it, azt mond, mindenki azt mondja, hogy Magyarországon <much> Elvisztek Afganisztánra egy hetre, esküszöm neked, hogy sírni fogsz. Voltál? <much> Mindenhol voltam, tesó. Elvisztek helyekre, hogy mi? Nincs mi, mi, bro, és nem is tudják, hogy milyen jó van itt, tesó, hogy, uh -huh. hogy kimész az utcára, minden zöld, van jó levegő, jó emberek, nincsen erőszak, nincsen semmi. Tudod, milyen, milyen büszke kell lenned, hogy magyar vagy? Bro, ez a... Ez, nagyon, ez a legjobb hely a világon nekem, itt akarok meghalni. Itt akarok, itt, itt, beleg a földbe, itt, érted? You feel me? Szóval Persze. Ez a hely nekem, itt akarok én itt akarok meghalni, ez a hely nekem, tesó, és ezért, hogy mindenki szomorú itt. És nem tudják, hogy mi van náluk. Ezt szerintem miért lehet ez? Mert nem tudják, hogy mi van náluk. Uh -huh. Nem tudják. Csak gyere velem, bárki, tényleg, ha olyan szar az életed, gyere velem. Ha olyan szar, dobjuk egy repülőt, és menjünk, me megyek veled bárhova. Uh -huh. És mutatom neked a világot, hogy én itt a jó, de itt uh -huh. ki tudsz menni, a, a lány kimegy este. Senki csinál semmit neki. Uh -huh. Visszamegy haza. Kisi fiú felve, én tudok járni az utcába, ilyennek kell, semmit csinál, senki csinál, semmit. You know what I mean? Vannak kamerák mindenhol, tisztelet. Bro, másik országban, nem is messze, csak itt, you go to the London, menj el Londonra, vegyél fel egy szép órát. És ha kezed van, az estének, nem nevem, nem Jabber, ha kezed van. Levágnál a kezed, tesó, you know what Értem, gondolsz? Magyarország, ez a legjobb hely a világon. This is the place. Akkor azt mondom meg nekem, utolsó kérdés, mm. hogy mi az, amit legeslegjobban szeretsz abban, hogy magyar vagy? Mi az, ami a Magyarországon, mi az, ami a magyarságod a kapcsolatban neked a legfontosabb és a leg, legszebb, és amit legjobban szeretsz? Amit sehol máshol nem kaphatsz meg, csak itthon. Ez jó kérdés. Nincsen úgy, hogy semmihol más tudunk kapni, ez a világ, mindenhol minden van. Csak itt, itt tudtam találni Istent, itt tudtam találni magam és itt tudtam keresni, amit itt tudtam követni, amit kérem, amit akarom. Uh -huh. Ez a három dolog összejött egy helybe, és tudom keresni pénz valahol mást, tudom keresni Isten valahol mást, tudom, csak ez a három dolog egy helybe jött. Uh -huh. És ezért nézem itt körülöttem, hogy oké, okay, ez a hely, ez a hely nekem, mert, itt félnek Istentől, sok emberek félnek Istentől, ez nagyon, you know, ez egy keresztény, nagyon keresztén, very Christian place, és nagyon tisztelem ezt, hogy félnek Istentől. Ha, ha lakok pénzt az asztalra így, és, és, nem nézem, tudom, hogy ő tudja, hogy Isten néze őt. Ezt nem fog lopni. You Én is tudom, hogy ő, ő fél Istentől. Nem fog lopni. Nem kell néznem rá. You feel Ezért vagyok itt, tudok keresni pénzt, itt tudom követni, amit akarom. Ez a három dolog, tipp, idejön, összejön, Blessed. ezért ezért Magyarország. Akkor uh, nem sokára akvárium. Yes sir. Utána fesztiválok, nyár. Kö yes. mik, mik, mik a mik a, mik 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 Amellett, uh, hogy itt akarsz meghalni. mik mik uh, Pablo, uh, Pablo. tényleg tényleg... Uh, like mindig mosolyogsz for the waiter, aki kihúzza a kaját. Igen, a pincérnek. A pincérnek. Csak aki dolgozik hátra, és... Izdadi, a szokásnak nem. Senki mondja, hogy Égye. köszönöm, you feel van, me? Shout out Pablo, tényleg. Uh -huh. Pablo a hátam mögött, Banna a hátam mögött, uh -huh. dolgoznak. Uh -huh. Uh -huh. Uh, da, 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 és én nem tudom, Pablo jön nálam. Jabber. Uh, 22 koncert van ebben nyárban. Oh shit, for real? Tényleg? Oh damn, oké, okay. szép, wow, oké. Okay. So de Pablo azt mind intéze. és ezért mindenki... Uh, 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 azt akarom csinálni, hogy építek jó emberekkel egy engine. Mi az engine? Motor. Egy motort. Mindenki csinál valami kicsi mást. És amikor mindenki dolgozik, megy. You feel me? Play your lane. Mindenki játszik, ez ő. A saját tér felé. Nem jössz bele ide, én nem jövök bele oda, az a tiéd, az a zeném, csak együtt rakjuk és nyerni fogunk. You feel me? Ezt akarom csinálni mindenkivel, és mit akarunk építeni most, mert én előadó vagyok, előadó, nem kap, pénzt, amikor öreg lesz. Nem, nincsen pension. Hát ah, jogdíj, royalty, tudod. Ha nem, you're not guaranteeing anything, igazából. Ja, szóval so, kell csinálnod a zenéből, most zené, zene, 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 pénz, 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 pénz berakni a pénz valahol mást. Valahol másik, ami tényleg az egész életben tudsz élni belőle. Mm. Mit én akarok csinálni? I want to open a venue. Egy saját klubot szeretnél? Igen. Nem klub, venue a helyszínt. A helyszín, a Budapest Park mondjuk. Uh -huh. I want something like that. És, van nekem ilyen connections, vagy egy telefon, és uh -huh. ott van a pénz, you feel me? So, uh -huh. uh, uh, valami nagyon nagy lesz egy másik. Adjátok két-három év is, you gonna see some boss shit, some real Két-három év is, Jaber, toppon? Uh, egy év is fél toppon vagyok. I hope. Uh, ha, ha Isten engedje, igen. Uh -huh. Yeah, yeah, ott leszek, remélem, igen. Uh, yeah. Egy év, yeah. nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a Akkor akvárium, nagy hal, nagy koncert, kővány a kuvait. Köszönöm, még egyszer itt voltál a Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor jól fel. Következően új témákkal és új vendégekkel, és Sajó voltam, sziasztok!